Kihagyták a döntésekből, projektekből a dombóvári vállalkozókat az elmúlt években. A beruházásokról is a fejük felett döntöttek. Ezzel indokolták a Dombóvári Vállalkozói Egyesület tagjai és vezetése megalakulásuk létjogosultságát. A városvezetésben beállt tavaly októberi változást követően határozták el, hogy létrehozzák a helyi gazdasági szereplők körét. Az a céljuk, hogy a városban megvalósuló projektekből, beruházásokból jobban kivegyék a részüket, és fejleszték a várost, mondta az alakuló ülésen Papp Zoltán elnök. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere a megbeszélésen azt emelte ki, ideje volt, hogy párbeszéd induljon a városvezetés és a vállalkozói kör között. Több beruházásnál, fejlesztésnél számítanak majd a munkájukra, és minden információt megadnak számukra. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke, maga is dombóvári. Az alakuló ülésen beszédében is azt emelte ki, milyen nagy mérföldkő a település életében a Dombóvári Vállalkozói Egyesület megalakulása, és az, hogy a városvezetés támogatását is élvezik. Felelősséget érzek a szülőhelyem és a lakóhelyem jövőjével kapcsolatban. Ezért örülök annak, hogy megalakult ez a vállalkozói csoport, aki kitűzte a zászlajára a Dombóvár jövőjének, és nyilván elsősorban gazdasági jövőjének javítását, jobbítását és sikereit. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen köztudott Dombóváron egy alapjába véve vett vasutasváros, ahol a hajdani vasutasság leszármazottai, rokonai, és természetesen a leányválti rendszer akkori képzett munkaerő utódai képzik a lakosság nagy részét, és ezekkel az emberekkel kell valamit kezdeni, mert azért jelen állás szerint Tolna megyében nem Dombóvár a legsikeresebb város. Én azt gondolom, hogy akik itt voltak, akik itt szerepet játszanak, azok a vállalkozók, politikusok, társadalmi és közéleti személyiségek mind azt vállalták, hogy Dombóvár érdekében fognak működni. A megye részéről, mint megyei elnök, azt tudom elmondani, hogy a Tolna megyei közgyűlés is ugyanolyan lelkesedéssel támogat minden jó dombóvári döntést, mint bármely mást a megyébe, de most különös tekintettel fogunk figyelni a dombóvári lehetőségekre. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is részt vett a megbeszélésen, aki az önkormányzat közvetítői szerepét emelte ki. A dombóvári vállalkozókat is igyekeznek segíteni az információk átadásával. Mi bejártuk az egész megyét, minden településen voltunk, így a Dombóvár környéki településeken is, és megfogalmazódott a Dombóvár környéki települések vezetői és lakosai részéről az az igény, hogy ők is szeretnének haszonélvezői lenni a paksi beruházásnak. És én Paksról jövök, én ott élek, és tudom, hogy Paks is nyitott olyan szempontból, hogy nem csak a paksiak, hát ez egy nagy feladat, tehát minél több szereplőt be kell vonni ebbe a beruházásba, úgyhogy a mi feladatunk igazából a két félnek az összekapcsolása, az igényeknek az átlátása, és hát amikor kommunikáció van, meg szervezésben kell segíteni a vállalkozókat. A duális képzés megerősödésében bízik Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja, aki igyekszik minél több vállalkozást ebbe bevonni. A dombóvári vállalkozók összefogását pedig maximálisan támogatja. Hát én azt gondolom, hogy a szakképzésnek egy alapvetése van. A helyi vállalkozók nélkül nem működik, és ez a mai vállalkozói egyesület létrejötte. Ez tulajdonképpen nekünk arra ad, és azt várom, hogy arra ad egy garanciát, hogy még a jelenleginél is jelentősebben meg tud erősödni a duális képzés Dombóváron. Ezt várom, ezt szeretném, és én azt gondolom, hogy a helyi vállalkozók erre nyitottak is. A helyi szinten a helyi igényeket kell a helyi iskoláknak is kielégíteni. Ebben a Tolna megyei szakképzési centrumnak itt kettő iskolája van Dombóváron, az Apácai, illetve az Eszterházi iskolák. A vállalkozóknál ugye megjelenhetnek igények, nyilván őnekik képzett munkaerőre van szükség, a mi feladatunk pedig az, hogy ennek eleget tegyünk. Tehát itt csatlakoznak be egyszer az igényeknél, csatlakozik be az igényeknél a vállalkozói igény és a lehetőség. A másik pedig, hogy duális képzési partnereket keresünk folyamatosan, hiszen nagyon fontos számunkra az, hogy akiket kibocsátunk, tanulókat, ők minden esetben ne elméleti szakemberek legyenek, hanem gyakorlati szakemberek legyenek, ami mindenki számára nagyon fontos, ebben viszont támaszkodnunk kell, és lehet a vállalkozókra,
akik számunkra ebben így tudnak partnerek lenni. A Dombóvári Vállalkozói Egyesület alakuló ülését egy zárt ülés követte, ahol a további célokat, terveket vették sorra a megjelentek.